A kormány még 2015-ben döntött a szünidei gyermekétkeztetés kiterjesztéséről. Ennek eredményeként országszerte több mint 200 ezer hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek részesülhet mind a négy iskolai szünetben, napi egyszeri ingyenes étkezésben, ha a szülei igénylik. Az önkormányzatoknak 2016. januárjától kell gondoskodniuk az ellátásról. Ennek költségeire a kormány idén közel 7 milliárd forintot különített el. A célcsoport a bölcsődés kortól a 18. életévüket betöltő rászoruló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve intézményi jogviszonnyal nem rendelkező hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Az igénybevételi szándékról május 25-éig kellett nyilatkozni a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek az önkormányzat által küldött nyomtatványon. Aki nem igényelte a jelzett időpontig az étkezést, nyilatkozatát módosíthatja az önkormányzatnál. Nyíregyházán a jogosultak száma 1241 fő, közülük 972 fő igényelte az ellátást, amit az Oktatási Nevelési Intézmény nyári szünidei zárvatartása alatt biztosítanak 55 munkanapon keresztül. Nagyon fontos az, hogy a 280 forintos állami támogatás mellé mi további 305 forintot tettünk, mi mint önkormányzat, bocsánat, így a 600 forintból egy kétfogásos ételt tudunk biztosítani, amely igen tartalmas, és a korábbiakhoz képest is egy minőségi ugrás jelent. Ez jelentős forrást igényel az önkormányzattól, de számunkra az fontos, hogy valóban minden gyerek nyáron is lakjon jól. Nyíregyháza önkormányzata beszerzési eljárást folytatott le, ennek keretében került sor a nyári szünidei étkeztetést biztosító szolgáltató kiválasztására. Idén a rászoruló gyermekek nyári szünidei étkeztetésének biztosítására a Passion for Food Kft.-vel kötöttek megállapodást. Idén az is újdonság, hogy az előre kicsomagolt ételt minden hétköznap 10 és 14 óra között kiszállítják a jogosult lakcímére.